Én láttam, tehát hogyha rámegyek arra a rajzra, amit te készített és Gréti Channel, lehet, hogy régen megírtad, de írd meg újra. Hát, érted? Szerintem, na most máskül megnézem, várjatok egy percet. A felvételemet is meg kellett volna néznem, mert sziasztok srácok, konkrétan végigment egy másik live alatta, mert válaszoltam egy kommentre, mielőtt elkezdtem a felvételt, és úgy hagytam a böngészőt, nem is értem magam. Úgyhogy ja, muszáj voltam lenémíteni az egészet, de igyekeztem megcsinálni, hogy máshonnan beszereztem a bejátszásokat, hogy azok eredeti hanggal legyenek. Próbálok itt-ott reagálni, és ja, fel lesz gyorsítva a csata, úgyhogy izgalmas lesz olyan szempontból, hogy nem kell 40 perceket várnatok, egyből az 1 óra 50 perces rögzítésből lett 40 perc. Úgyhogy azért így könnyítettem nektek. Alapvetően amúgy a sztori nagyon tetszik, tehát még így is, hogy ugye én nem szoktam lefordítani, és nem szoktam értelmezni, meg ti szoktátok súgni, hogy nagyjából mi volt. Ha gondoljátok, akkor most a premier alatt is írhatjátok, hogy nagyjából amit látunk az ott micsoda, vagy pedig komment szekcióban leírjátok nagyjából, hogy mi volt, mert ugye én a képi világból próbálok így, következtetni. De ha tudtam volna, hogy ez ekkora látványosság, akkor lehet live-ba tolom, bár mint mondtam, hogy a vágatlan anyag majdnem több mint 2 óra, vagy talán 2 óra volt kerekítve, mert kivettem egy barpolást belőle. Hát azért így mégiscsak másabb lesz, és egy kis apró poént eldugtam nektek a harcok közbe, hogy amit alávágtam zene, azt szerintem sokan fel fogják ismerni, ha felismered, írd be most a premierbe, és utána pedig a komment szekcióba írd be, ha tudod, hogy honnan van az a zene, vagy mi az a zene. És akkor jöjjön az első gyorsított fájl.大木様、お戻りになられたのですね。お前たち、待たせたわね。役を。ただの社交辞令に決まっているでしょう。戦況が思わしくない。褒めても待ちなさい。 Én itt 2 dolgon kezdtem el gondolkozni, az egyik, hogy kicsoda ez a rózsaszínhajú lány, kinek a kie a sztoriba, a másik pedig, hogy annyira jó a dizájn, hogy én őt meg szeretném szerezni, úgyhogy ha lehet majd varpolni, biztos, hogy rá fogunk menni a varpolásra. Szerintem tök jó karakter lett, nem fogok mindenhol mindent végigpofázni, mint hogy itt is csak ugye klikkelgetni szoktam, de most hallgassátok az alap sztorit szépen. És akkor még hallani fogjátok a vágó dévet, mert több fura egy utólag voice-overezni, de igyekeztem kihozni, hogy élvezhető tartalom legyen, és ne maradjatok le egy ekkora ezért a fő sztoriról. Shogun ga itta youni, sa,
こちらへ。行商に見るは夢の中の夢、変化は心外心に集いて散る。大きな炭炉ですね。もくもくと煙が立ち上っています。あれは古の時代、炭師たちが先導を極めた場所。風情のある名前に聞こえるけれど、あそこは兵法上の死地。炭炉が消え、運河が、あれが運気軍が魔音に落ちた。いかにも薬王秘伝は、各動天を漂う煙の中に魔音の身を煙を散らさない限り、運気軍は戦わずして負けることになる。自分の隣にいる仲間がいつ魔音の身に落ちるかわからない。運気軍を進軍させたように見せる。ええ、100年も潜伏していた薬王秘伝が姿を現したのは、自分たちに勝算があると踏んだからでしょう。でも何を企んでいるにしろ、奴らが想定した、ないと勘。玄木はラフの禁忌、軽減将軍の言う騎兵暴言を言うつもりはないけれど、性格ハンターの予言の方が私の牧さんより性格。この道だけが、それにこれは私一人。大木の職務は基地を追い、今日を避けること。話が逸れてしまったけれど、要するに何の影響も受けずに炭炉を消すことは。分かった、今回はお願いがなかったけど、うちらにしかできないことだもんね。あんたも幼児ちゃんも。そう、煙が消えたらすぐに駆けつけると約束。Azért mi menő lenne, ilyen gyorsan tudnánk szaladni a játékba, meg ilyen gyorsak lennének a harcok. Jó, mondjuk akkor nem tudnád kielvezni a képi és hangi világot, de hát na. Azért van egy feelingje a gyorsított cuccnak szerintem. Nektek hogy tetszik eddig?
itt jött a másik karakter, ami írtó jól néz ki, őt megkapjuk ilyen bossnak, spoiler, ilyen ellenfélnek, akivel mindig meg lehet küzdeni. Nekem nagyon tetszett a technikája, amit használ, látványos is, mind az egész design, mind a támadások, mind a képességek, úgyhogy hogy ő is egy olyan lett, hogy ez igen, kitettek érte, hogy lett még egy olyan ellenség, akivel azóta már live-on kívül küzdögettem, úgyhogy tök király, hogy ez így maradt nekünk. Nektek hogy tetszett ez a karakter? Mint láthatjátok, már jó ideje megy a harc, gondoljatok bele, hogy ez belassítva, normál módon konkrétan vagy 20-25 perc volt, úgyhogy ennyiben jobb. Mondjuk általában az ilyen harcoknál, meg live-ban végig szoktuk beszélgetni a harcokat, úgyhogy van előnye a videónak is, és van előnye az élő Honkai Star Rail adásoknak is. Ti melyiket szeretitek jobban, hogyha live-ba toljuk, vagy hogyha ilyen összevágott videó van, bár ez pont nem a legjobb példa ugye a technikai malőr miatt. De azért írjátok meg, mert tényleg érdekel, hogy ezeket inkább hagyjam meg, és legyen egy 5 órás Honkai live, vagy pedig mehet így videóba begyorsítva akár.
存する。性格を授けた者がそう言って、剣道絶滅大君も約束を果たしなさい。今ここで。あらあら、どうして私の手を汚させようと。選手を内部から解体するには他の手を考えなければならない。はあ、残念。Visszagondolva, no, hogyha valami emlékezetes dolgot kellett volna tenni, ami fura volt nekem, ez az egyik, figyeld! Tehát ez konkrétan, nem tudom, olyan, mintha ez a karakter így részegen oda csámborgott volna, és így... Nem vagyok önmagad, de akkor megtörtem! Ez mi morbid? Ez mi morbid? Itt lesokkolódtam! Tehát, hogy ezt visszanézve is lesokkolódok, hogy HALLO! Hát mi volt ez? つまり今までうちらさっき帝雲のから幼児ちゃん、幼児ちゃんなら何か知らない。さっきはあの炎は絶滅大君元老を自称した。彼女はナヌークの機関。それはつまり、いや、それはわからない。だが、テイウンさんの言動は、惑わされたり、操られたりしているようには見えなかった。もしあれが本物のテイウンさんでないとすれば、幼児ちゃん。すまないなのか。まだはっきりとしたことは言えない。本物のテイウンさんがどこにいる、これはあくまで個人的な推測と希望だが。もしあれがテイウンさんだとし、そう考えると俺たちの混乱と猜疑心を煽る。なるほど、奴の狙いは剣木に違いない。何よりし、ここは、無口。うん、探偵誌で間違いなさそう。途中で途切れ途切れの命令が届いたけど、ここまで来てつね、私は嘘をついて聖査会に行く前にとある、えと、つまりお嬢さん、あ、そう。じゃあ私はちょ、あんたたちはこの後、一向に通信、運気軍は時間を無駄にし、二人には悪いが、俺は仲間たちと合流しなければならない。ここまで世話になった。大きなこの体、関係のないことだ。すまないが。Ez itt annyira egy újabb epic jelenet volt, nem tudom, ez a hajóra szállok és akkor kiállok az elejére. Near, far, wherever you are, hol van a jégheg, I believe, amúgy ott van. De hogy így, nem tudom, így ilyen nagyon jó, meg fú,
Amúgy elvicceltem most, de hogy... És akkor itt jönnek Blade és Kafka. Ők egy nagyon jó kombó lehet szerintem. Mármint, hogy ilyen tök jó. Úgyhogy örültem, hogy itt kaptunk egy ilyen trial dolgot.姿を変えれば逃げられると思った。お前にもその女にも何度も言ったはずだ。俺はタンコを。見た目を変え、身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様はあの苦痛を味わわせてやる。それはダメだよ。 Itt meg az a feelingem volt, hogy mondjuk Sasuke és Neji egymásnak akarnak esni, és megérkezik Naruto, hogy haló srácok, én is itt vagyok, ám ide is mondjad. Tehát, hogy nem tudom, ez a kis jeges csóka idejön. És akkor így a két kemény legényhez bejön fagyasztani a hangulatot, de ugye a harc az epic lesz, nézd végig. Meg ez... Ez mi? Áááá, nagyon adom. És nézd meg, Naruto alkot. Epic battle! Oh! Ez másodszorra látva is fájt. Kozo, oshiete yaru. Soko ni iru no wa. Ez volt a véleményem. A vizek ura kontra jegyek ura. Hoppá! Oda nézi a jégsárkány, a vízsárkány. Elektromossággal keveredve. És megszületik a szarvas démonszerűség. De szép azt, meg két a szemem. Maradsz a csupa derű. De jó. Akarok egy honkai mozifilmet. Ilyet.聞いたことがあるよ、まさか。性格ハンターだけでなく、獣罪人が一人、先週。騒ぎを起こすつもりはない。先週に来たのは、友人の安否。弁解は、獣州国に入ってから聞かせてもらおうか。ならば、どいてもらうぞ。いいぞ。こうでなくても、奴らも今頃苦戦している。黙れ。 君も行かせはしない。いいだろう。ならも、ええ、そうしましょう。行くぞ。暇。そうそう。いい加減、降伏しろ。 手を下せないのか。あまはいない。避難早々。美月たちの方はどうなっている？早く終わらせなければ。確かに。二人ともとなると、この技で足止めするしかないかな。その剣、身を。あの女に。 これ以上時間を取られるわけだ。事を荒立てるのは本意ではないわ。僕はまだ戦える。はい、そこまで。みんな聞いて。もうやめなさい。どう、じんちゃん。 登場する御仁を。軽減。将軍。
二人が久々に帰ってきたというのに。俺のやるべき。ああ。君たちは以前、泉州を助けてくれた。わずか。将軍。今はそんなことを言っている場合ではない。久しぶりだな。俺は彼じゃない。ああ、すまない。まだ行かせるわけにはいかない。列車の友人たちが人間月照らす古海、妙境に勝る。林縁郷の景色は以前見た時と変わらないというのに、再びここに立つ君と私。将軍は寺廟族の輪廻転生を知っているはずだ。古海の水はすでに丹風の罪を洗い流している。かつて将軍とここに立った者は、俺の名は丹光だ。あの丹風が英雄だろうと咎人だろうと俺とは関係ない。俺はもう彼の刑罰を受け、永遠の昔のことを語ると、濁った水をかき混ぜるかのように不快感がよみがった。だから言って。ああ、聞こえているよ。聞こえてはいるが、それが何だというんだい。丹風として、丹風にできたことができないなら再びここに立つ。今はただの羅浮将軍でしか。さてと、明るい話題に変えよう。彼女に三月やベルトさんが宝鐘の忌み物殉死のさな。これまで大君元知っているか、獣王氏と。
Na és mint hallhatjátok, itt már az eredeti battle zene és támadások vannak. Hát ennyi idő kellett, amíg én ránéztem az OBS-re, meg hogy még veszi-e, és észrevettem, hogy ugye bekapcsolva maradt konkrétan a cucc. Hát ebből tanultam, hogy máskor háromszor elnézek, mielőtt elindítom a felvételt. Remélem, hogy azért így is szórakoztató volt nektek ez az összevágott videó. Le tudtam vinni bőven 40 perc alá, most tartunk olyan 32-nél, már nem sok van hátra, de még a vége sztorit várjátok meg a harc után, ezután a harc után. És tényleg konklúzióba várom a kommenteket majd, srácok, hogy hogy tetszett nektek ez a sztori rész, mi volt, ami nagyon meglepett nektek, mi volt a kedvencetek, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek, és ha új vagy a csatornán, akkor iratkozz fel, ha tetszik, amit láttál, lesz még Honkai live is, és szerintem videó is, és írjátok meg, hogy ti hogy haladtok a varpolással, mert most már azért csak pár nap van hátra a mostani jelenlegi karakterrel. Hát reméljük, hogy nekem meg lesz, egyébként spoiler még nincs meg sajna. Úgyhogy ja, mert lehet, hogy a varpolós részt nem tudom összevágni, hogy jó legyen, mert ott meg megakadt a kép meg hasonlók, úgyhogy nézzük tovább a sztorit. やっと来ましたか。すまないすまない、ご苦労だった。フゲン剣木です。絶滅大君である元老が用いる手段は物事を内部から自戒させるものだと聞きます。きっと、うん、状況は大方把握した。列車の諸君、話すと長くなる。じゃあつまり、さて、列車がラフにつ、結局性格ハンターが何かを企んでいたのは事実だ。しかしその企みは諸君をここへ誘導し、だがフゲン殿が言った通り、元老の登場で事態は制御不可能な状態に陥った。ラフの将軍として、ラフの危機が性格と関係あろうがあるまいが、座視するつもりはない。探索、恐怖、基地、敵、死、前に進むにせよ、離れるにせよ、七死人の目的地は自分自身で。炭鉱、ありがとう、タン。だが、よし、妙案はない。これは一種の賭けだ。寿命族の長老がかけた中途半端な脱輪の術と、タン殿が龍剣木が低級の使命に切り分かたれても、儒家の王の呪いはかすかに残っていた。だからラフは古代リュウソンの指示の。ふーん、この彫像なんだか炭鉱に似てるね。もしかしてこれ炭鉱の兄弟だ。少し似ているだけだよ。これは随分と昔の出来事だからね。強いて言えば、歴代のリュウソンは皆外見が似ている。タンコウ殿は知っているだろうか。タンフーが亡くなり、ラフの寿命族にはもうこのことができる者はいない。かつて全て itt következett egy újabb epic rész, amire én azt mondtam, hogy wow! Oda néz!
meg a zene is amúgy csodás, ez a, tudod mi, ez a 2023-ban Mózes ketté választja a Vöröstengert konkrétan, és hogy megtalálják Atlantiszt, vagy hát valami Atlantiszhoz hasonló dolgot, úgyhogy hát ez csodálatos, hát hogyha mozifilm lesz, ezt is kérem bele, vagy valami ilyen, odanézzetek. Lesokkolódtam, mikor ezt felvettem, és jön a háttérben annyit mondott, wow, milyen jó zenéje van a Genshinnek megint. Hát mondom, majdnem, nem a Genshinnek. De amúgy, ja, a zene is rohadt jó. És itt meg is álltam a felvételben, mert még van tovább a sztori, de azt majd a héten egy Honkai Live-ban láthatjátok, ne maradjatok le. Remélem sikerül majd tovább jutnom, mert arra is pár nap maradt hátra. És ja, ennyi lett volna nagyjából. De hogy milyen szép már. Mondjuk nagyon emlékeztet a Genshinből a Kokom is világ része, de ezt engedjük el. この危険を自分の目で見ることができる。フゲン殿。はい。ここに残って。ケーゲン。一人ではない。友人たちが同行しているではないか。将軍様、我々もそうです、将軍様。皆の気持ちは。だが、この先にいるのは北条の忌み者ではなく、それよりも、君たちにはもっと違う。私が剣木。はっ。フゲン殿。